Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit a mai nap második fél hónapja tartó sorozat utolsó előtti beszélgetésén. A mai alkalom rendhagyó, persze minden alkalom rendhagyó, de ez azért rendhagyó, mert egy olyan könyvről kell beszélnem, vagy beszélgetnem, amit nem olvastam. Biztos előfordul sokakkal ebben a moderátori szakmában, amiben így belecsöppentem, hogy nem olvassa a könyvet, amiről beszélget, de nekem van róla papírom is, mert nem szabadott olvasnom. Ugyanis a világ egyik legjobban várt könyvéről beszélünk, Susan Collins amerikai írónőnek az Énekes madarak és kígyók balladája című könyv. Így talán elsőre nem mond a cím sokat, de hogyha azt mondom, hogy az Éhezők viadala trilógia előzmény kötetéről van szó, vagy hát a legújabb részéről, akkor mindenki fogja érteni, hogy miért annyira várt kötet ez, és ilyenkor nagyon-nagyon szigorúak a kiadók. Úgyhogy akivel beszélgetni fogok, Farkas Veronikával, a könyvfordítójával, egy olyan ember fogja elmondani nekünk, hogy miről is szól ez a könyv, aki Magyarországon valószínűleg egyetlenként olvasta alaposan ezt a könyvet, de a világon is azon kevesek közé tartozik, akik elolvashatták, ugyanis ilyenkor a kiadó rendkívüli körülmények között nagy titokban kezeli a kötetet. Tegnap volt ennek a könyvnek az amerikai bemutatója, az angol nyelvű verziónak, és mindjárt másodikként jövünk ki mi Magyarországon. Köszöntöm mai beszélgető társamat, Farkas Veronika műfordítót. Szervusz! Szervusz! Jó estét kívánok! Farkas Veronika vagyok, és tényleg én fordítottam az Énekes madarak és kígyók balladáját, viszont egyrészt gyakorlatilag nekem se volt szabad elolvasnom, annyira titkolóztak, másrészt pedig nem mondhatom el én sem, hogy miről szólt. Azért majd igyekszem olyan kérdéseket föltenni, hogy olyan halvány utalásokat tegyél, meg persze sokat elmondott azért tegnap óta már, Amerikában ez kapható, és a könyvbemutató maga, a szerző is elmondott. Itthon is kapható tegnap óta, tehát ugyanazon a napon jelent meg itthon is. Igen. Ami azt mutatja, hogy ez egy irgalmatlan nagy logisztikai feladat az egész világon. Beszéljünk egy kicsit az írónőről, mielőtt a könyvről váltanánk néhány szót, vagy hát erről az egész Éhezők viadala univerzumról, mert ez egy ilyen igazi amerikai történet, ugye Susan Collins már régóta írt, főleg gyermekeknek szóló könyveket, meg gyermekműsorokkal foglalkozott különböző tévés csatornáknál, és egy ötrészes gyerekkönyv sorozattal mutatkozott be, de valószínűleg, hogyha ennél a zsánernél marad, akkor ma mi nem beszélgetnénk itt, mert aztán az ezredforduló végén, vagy az első évtized végén megírta az Éhezők viadala a Hunger Games első kötetét, amiből hát azóta csak az Egyesült Államokban több 10 milliót adtak el, szerintem világszerte legalább még egyszer annyit, hogyha nem többet, és aztán pedig jöttek sorba az új részek, a Futótűz, a Kiválasztott 2008, 2009, 2010-ben, és mindehez az elképesztő sikerhez nyilvánvalóan hozzájárult, hogy mindegyik részből készült nagyon is ismert film. Tehát amikor eltelt egy évtized, és te megkaptad ezt a feladatot, akkor már egy olyan témával kellett foglalkoznod, amit az olvasók, a rajongók, ennek a zsánernek az olvasói nagyon alaposan ismertek. Egy olyan világba kellett belecsöppenned, amit náladnál jobban ismertek azok, akiket ebben éltek akkor. Megmutatom azért ezt az első három részt. Ezeket nem te fordítottad még. Nem, ezeket úgy tudom, talán Tóth Benedek fordította, aki szintén egy nagyon jó fordító. És Magyarországon is nagyon sikeres volt hát a könyvek is, és nyilvánvalóan a filmek ezt mind megtámogatták. Beszélünk majd mindenképpen erről az univerzumról. Még egy picit az írónőről talán számomra az volt a meglepő, hogy jött ez az elképesztő siker, három könyv, ami tényleg az egész világot körbe utazta, és akkor minthogyha eltűnt volna. Legalábbis Rowlinghoz képest nem lehetett róla sokat olvasni, eltelt 10 év, és írt még egy részt, és újra előkerült, és szerepel, tehát valószínűleg másként tekint erre az írói közszereplésre. Ha van könyv, akkor,
akkor fölbukkan, ha nincs könyv, akkor a háttérbe húzódik. Te egyébként elolvastad ilyenkor, amikor megkapod ezt a munkát, elolvastad a többi részt is, vagy akár kedvtelésből, vagy pont az a jó, hogyha semmit nem tudsz arról, hogy máshogyan fordított? Nem, egyrészt mindenképpen tudnom kéne arról, hogy mások hogyan fordították ezt. Másrészt én elolvastam ezeket a könyveket meg annak idején, amikor megjelentek, mert akkor én is aránylag fiatal felnőtt voltam, és egyszerűen érdekelt, még a filmek előtt elolvastam. Úgyhogy tisztában voltam a történettel, viszont eredetileg én angolul olvastam ezeket, ezért meg kellett néznem, hogy mit, hogyan fordítottak a magyar fordítók, és meg is néztem. Vannak ilyen speciális szavak, amik... Igen, ennek a könyvnek, szintén tegnap megjelent könyvnek az angol borítóját mutatom közben. Te nagyon-nagyon sokat fordítasz, hogyha a különböző könyves webáruházakban, a adatbázisába beírjuk a nevedet, ahol nagyon helyesen a műfordító is ott szerepel a szerzők mellett, akkor 100-nál is több kötetet dobnak fel. Ez azt Igen. mutatja, hogy te lényegében egy folyamatosan dolgozol, úgyhogy gondolom akkor a karantén az tulajdonképpen ugyanolyan számodra, mint egy rendes hétköznap, otthon ülsz és olvasol egy angol vagy más nyelvű könyvet és fordítod. Igen, hát igazából akkor lepődtem meg, amikor bezárt az IKEA, akkor vettem észre, hogy most itt valami van, de valóban pont ugyanolyan, kivéve, hogy a gyereket nem kell elvinnem iskolába, aminek mindketten nagyon örülünk, mert hogy nem kell korán felkelni. És hogyha ezeket a könyveket megnézzük, amiket fordítottál, akkor jelentős részük, legalábbis közülük nagyon sok fantasy, vagy ebbe a zsánerbe tartozik. Ugyanakkor, amikor én ezt a Éhezők viadala sztorit, univerzumot nézem, akkor nem az jut eszembe, hogy ez fantasy lenne. Vagy például nagyon, nagyon kiterjesztően, mert ez egy disztópia, aminek megvannak a maga sajátságos szabályai, de nem jelennek meg sárkányok, meg természet fölötti lények benne. Vagy én értelmezem rosszul, te sokkal több ilyet olvasol, mint én. Egyrészt én főleg szkifiket fordítok, szkifiket és fantasyket, ahogy mondtad, és ez tulajdonképpen se nem szkifi, se nem fantasy, de valóban egy disztópia, egy kitalált jövőbeli világban játszódó mű, és ezek abszolút beleillenek nálam a sorba. Ez most nagyon-nagyon népszerű téma, talán a sok társadalminek külső változással is, ami most történik, hogy találgatjuk, hogy mi lesz vajon a jövőbe, és merre felé fog alakulni a társadalom. Illetve az írónő Susan Collins is eleve már létező könyvekből és ötletekből merített, nem azt mondom, hogy lemásolta őket, de igen, ez foglalkoztatta mindig is az embereket, hogy a jövőben a társadalomban az erőszakosság, a rendfenntartása, a politika az hogyan fog alakulni. Igen, hát nagyon távolról ez a szolgálólány meséjének a rokona, sokkal inkább, mint egy sci-finek. Tehát, akár annak is. Tehát egy olyan... Patronróját is muszáj lenne szerintem itt megemlíteni, mert nagyon-nagyon hasonlít a történet, csak kicsit európai vagy nyugati, tehát nem annyira nagyon kegyetlen, és számunkra érthető. Aki most minket néz, gondolom 80-90%-uk pontosan tudja, hogy miről szól az Éhezők viadala trilógia, de akik nem, annak nagyon-nagyon röviden összefoglalom, hogy ugye Észak-Amerika romjain van egy Panem nevű, vagy ezt Panemnek mondjuk, vagy ők... Panem, igen. Panem nevű ország, ahol történt egy háború, nem derül ki, hogy ez pontosan mi volt, valami kataklizma, és létrejön egy olyan társadalom, aminek a csúcsán van a Kapitólium nevű hely, ahol a kiválasztottak élnek, és van 12 körzet, ahol pedig a dolgozók végeznek különböző fáradtságos munkálatokat, és egy évben egyszer tartanak egy viadalt, kiválasztanak minden körzetből egy fiatalt, egy éppen hogy már nem gyerek fiút vagy lányt, akiknek meg kell, életre halálra meg kell küzdeniük egymással, és egy médiashow keretében zajlik ez az Éhezők viadala, kicsit a valóságshow mintájára jön létre. Ezért nagyon sokan egyfajta ilyen a médiatársadalom kritikájaként is elemezték ezt a művet.
Tehát erről szól a három rész, és megszeretjük a főszereplőt, Katniss-t, aki a forradalom élére áll, és akkor egyszer csak eltelik 10 év, és megjelenik egy könyv, amiben nincs benne a főszereplő, még nem is él, és akkor itt nem spoiler már, mert hiszen ez kiderült a tegnapi sajtótájékoztatón is, meg az előzetesekből, hogy ennek a résznek a hőse az az előző, hogy hát az időben következő három résznek a trilógiának a gonosz Snow elnöke, csak még fiatal emberként, 18 éves fiúként, ami, hát azt mondhatnám, hogy egy szokatlan előzmény, hogy aki ott a gonosz, az itt egy ártatlannak induló fiú, de tulajdonképpen, hogyha megnézzük, akkor a sci-fi irodalomban ez egyáltalán nem ritkaság, a Star Warsban is előfordul ilyesmi, de hát más történeteket is tudunk mondani, hát többek között a Harry Potterben is. És van ilyen, tehát azt lehet mondani, hogy bizonyos zsánereknél ez egyáltalán nem újdonság, és amit lehet tudni, azt én elmondom, és aztán megpróbálok belőled minél több információt valahogy kicsikarni erről a részről, vagy az új részről, ennek Énekes madarak és kígyók balladája a címe. Tehát a 10. éhezők viadalánál tartunk, valamikor ennek a furcsa szokásnak a kezdetén, és a kapitóliumban, tehát a kiválasztottak között él ez a fiatal diák Coriolanus Snow, aki mentora lesz az egyik harcosnak, vagy hát küzdőnek, és azt a megbízást kapja, hogy mentorálja a rábízott valóságshow sztárt, és rá a legkevésbé esélyes körzetnek, a 12. körzetnek a kiválasztottja jut, ahol egy természetesen egy lány lesz a hős, és Snow pedig megpróbálja a mentorátját, patronátját győzelemre segíteni, kerül, amibe kerül. Ez az alapszituációja a történetnek. Ez igaz, ez az összefoglaló, vagy csak... Most elhinned, hogyha azt mondanám, hogy nem igaz, hanem... Én neked mindent elhinnék, mert egyedül te ismered a történetet. Nem, abszolút igaz ez az összefoglaló. Ennél többet sajnos nem mondhatok a könyvről. Annyit viszont mindenképpen szeretnék elmondani róla, hogy amikor megkaptam fordítani, akkor nagyon féltem attól, hogy ez nekem nem lesz érdekes, mert az előzményregények azok mindig lutrik. Tudom, hogy mi fog történni utána, tudom, hogy mi lesz a vége, akkor mi lehetne izgalmas benne. Viszont tényleg visszanyúl ehhez a hagyományhoz. Én is egyébként pont a Harry Pottert meg a Star Wars-t említettem volna, hogy azért előfordult már, hogy voltak ilyen előzménytörténetek, amik arról szóltak, hogy a gonosz vajon hogy lesz gonosz, és arról, hogy a sokkal bonyolultabb dolog annál, mint hogy valaki gonosznak születik, és aztán gonosz marad egész életén át. Szóval megkaptam fordítani, attól féltem, hogy nem fogom élvezni, nem lesz érdekes, halálra fogom unni, és egyáltalán nem. Tehát annyira érdekelt, hogy egy csomószor esténként még 2-3 oldalt lehúztam belőle, csak azért, hogy kiderüljön, hogy mi történik utána, mert nagyon-nagyon fordulatos. Én eleve ezt a könyvet 2 könyvbe adtam volna ki, mert a közepén van egy olyan fordulat, amitől teljesen megváltozik minden, és az utolsó 3-5 oldalig egyszerűen fogalmam nem volt, hogy fognak ebből kijönni, úgyhogy tovább lehessen fordítani a történeteket a már ismert regényekkel, mert nem láttam egyszerűen átjárást. Tehát olyan helyzetbe került a főszereplő, hogy így nem gondoltam volna, hogy ebből ki lehet jönni, és aztán az írónő annyira szépen kijött, hogy nem is volt nagyon erőltetett. Tehát nem teljesen jól lett a vége, úgyhogy tényleg, aki szereti az izgalmas, fordulatos történeteket, meg az éhezők viadalát, annak mindenképpen ajánlom. Mielőtt folytatnánk, javaslom, hogy nézzük meg azt a kis könyvajánló trélert, ami készült hozzá. Ez készült angol nyelven is, de most akkor a magyar nyelvűt bejátszom, és aztán utána folytatjuk a beszélgetést. Thank you.
Hát ebből se tudunk meg sokat, magáról a történetről. Én azért kedveltem a magát az alaptörténetet, már hogy az éhezők viadalát, mert mint minden jó disztópia, részben egy teljesen kitalált, részleteiben is kitalált univerzum, tehát hogy alaposan ki van dolgozva, hogy hogyan működik ez a rendszer. Másrészt meg elárul valamit, például a hatalom természetéről, vagy azt, hogy ugye itt ez a főhős úgy keveredik bele a forradalom, hogy akaratán kívül családját és aztán saját magát akarná menteni, és belelátnak valami vezérszerepet, és tulajdonképpen belekényszerítik ebbe a helyzetbe. És ezek mindig ismert történelmi mintázatoknak a nyomai, mert valahogy így születnek a népvezérek, legalábbis egy részük, hogy beleszorítják őket, és hát ezeken a történeteken keresztül megtanulunk valamit a való világról is, meg a történelemről is. Amikor ezt a részt fordítottad, akkor találkoztál ilyesmivel, ami hát a minket körülbelül világbannak ismert problémája, és itt megjelenik irodalmiasítva. Hát esetleg annyit elmondhatok, hogy ahogy te is mondtad, a hősöket gyakran a kényszer szüli, tehát az, hogy nincs igazán nagyon sok választásuk, vagy hősök lesznek, vagy elbuknak, vagy olyan szörnyű körülmények között kell élniük, amilyenek között nem akarnak. Ugyanakkor ez a választás, ez nehéz dolog, mert nem csak hősöket szülhet, hanem nagyon gonosz emberek, vagy nagyon rossz dolgokat tevő emberek is érezhetik úgy, hogy egyszerűen nem volt választásuk, és bizonyos szempontból így is van, mert hogy olyan körülmények közé kerülnek, hogy nagyon nehéz döntéseket kell hozniuk, akár a saját érdekükben, akár magasabb rendű eszmékért, akármiért. Ezzel együtt megjegyezném, hogy szerintem mindig van választás, és mindig hosszú távon mindig kifizetődő, hogyha az ember empatikusan és az erkölcsi értékek szerint hoz döntéseket. Lehet, hogy rövid távon ez nem látszik, de hosszú távon mindenképpen. Úgyhogy ennyit mondhatom. Amikor egy sztorit kérdezném tőled, azért próbálok puhatolózni, hogy ebben a történetben a 18 éves Snow az szimpatikus emberként jelenik meg az elején? Tehát megkedveljük? Ő a főszereplő, és akár egy 18, teljesen átlagos 18 éves fiú, nem ellenszenvez, de tényleg nem akarnék erről többet mondani. De igen, tehát nem arról szól, hogy gonosz-gonosz, és jaj, de gyűlöljük végig. Tehát lesz egy szerethető hősünk, és az ő... Nem, úgy mondanám inkább, hogy nagyon együtt lehet vele érezni. Tehát ez a jó megfogalmazás talán. És nyilvánvalóan a eredeti trilógia népszerűsége az nagyon hozzájárult, hogy ez egy szerelmi történet, és végig kíséri egy szerelmi szál is a politikai disztópia mellett. Nyugtass meg, hogy itt is van szerelem. Hát ez egy ifjúsági regény, úgyhogy nagy valószínűséggel lesz benne szerelem. Hát éppenséggel lehet képzelni olyan ifjúsági regényt, amiben nincsen. Ott van mindjárt a Pál utcai fiúk. Belülök. Tényleg. Tehát a Pál utcai fiúk az nem ifjúsági regénynek született, hanem egy allegóriának. De mindegy, ebben nem menjünk bele, mert ez túl lesz. Kincskereső kiskedben sincsen szerelem. Ez igaz. És ezt a könyvet az is elolvashatja, aki nem ismeri, annak is érthető lesz, aki nem ismeri a trilógiát? Abszolút, abszolút minden el van magyarázva benne nagyon röviden, ami esetleg zavaró és érthetetlen lenne, és ráadásul ez egy előzmény regény, tehát olyan, mint az egész történet eleje lenne, mert ott alakulnak ki azok a dolgok, amikről a későbbi könyvekben olvashatunk majd. Ebben a történetben is van madár, ugye a trilógiában voltak a fecsegő poszáták, amik ilyen a gyakorlatban is sok mindent tudtak közvetíteni, meg egy ilyen jelképe lett az egésznek, és itt is van madár, legalábbis a címben. A történetben is előkerül madár? Annyit biztos elmondhatok, hogy a címnek az összes szavának jelentősége van, tehát lesznek benne madarak, kígyók és balladák. És lesz benne egy olyan jelenet, amit gyakorlatilag csukott szemmel kellett
lefordítanom, mert annyira borzongtam. Nem akarom megmondani, hogy melyik szóhoz kapcsolódik, de szerintem mindenki ki tudja találni. Már hogy a címben szereplő szó szavak közül? Igen. Hát biztos, aki így jó, attól szoktunk félni. Bár én egy kicsit a balladától is. Igen, balladák is ijesztőek tudnak lenni. De nagyon ügyes, hogy nem lehet leolvasni az arcodról a választ. Annyit elmondtad, hogy ez is egy viadalnyi időt ölel fel ez a történet is, mint a többi rész? Nem tudom, hogy elmondhatom-e, de nem. Olyan, mint a Markóbáznak, és tényleg nem akarlak nehéz helyzetbe hozni. Egy kicsit erről meséljél, hogy ez nagyon szokatlan módon zajlott ez a fordítás. Tehát alapesetben az szokott történni, hogy egy kiadó ad egy angol nyelvű könyvet, esetleg magát az angol nyelvű szövegnek a fáját, a fordítónak, és akkor ő nekiül, dolgozik, és lead egy kész fordítást. Itt pedig valami nagyon más történt. Mesélnél erről nekünk, hogy ez hogy zajlott? Igen, itt egyrészt ez volt a nehézség, hogy ha jól tudom, akkor az eredeti jogtulajdonos szerette volna úgy, hogy mindenhol egyszerre jelenjen meg, tehát Magyarországon is, meg angolul is, és emiatt, tehát náluk már megvolt egy kész szöveg, amikor a magyar kiadónak meg le kellett fordítatnia a könyvet, és utána elkezdeni a szerkesztést és a töldelést és hasonló dolgokat, úgyhogy egyrészt nagyon rövid idő volt rá. Másrészt viszont ennél a könyvnél valamennyire nagyon komolyan vették a titoktartást. Én természetesen mindig komolyan veszem, de ennél a könyvnél annyira, hogy még az akaratomon kívül se juthasson ki sehova. Ezért úgy kellett fordítanom, hogy nem kaptam meg a szöveget, hanem online beléphettem két nagyon bonyolult jelszóval egy ilyen online szájtra, de a jelszókat se küldték el digitálisan, hanem telefonba belesusogták a kis fülembe, és azokkal kellett belépnem, és csak ott olvashattam a szöveget, ami nem volt másolható, nem volt fényképezhető semmi, és 20 percenként kiléptett a ráadásul ez a rendszer, úgyhogy újra be kellett 20 percenként. Na, annak olyan mi volt az oka? Biztos, lehet, hogy ez is valami biztonsági előírás, hogy ne lehessen valamilyen eszközzel, OCR, akármi leszedni az egészet. Nem tudom, de igen, tehát nagyon frusztráló volt. Azt megértem, hogy félnek, hogyha ellopnak egy ilyen könyvet, ami rend nagyon nagy az érdeklődés, de fordítóként nagyon-nagyon frusztráló volt. Ráadásul meg se kaptam az egész könyvet azonnal, nem féltem hozzá, hanem összesen 4 hétig tartott a fordítás ezek miatt, ami egy nagyon feszített tempót jelent, és a második felét csak a második hét után kaptam meg. Ilyen teljesen nonsense volt az egész, így nagyon nehéz dolgozni. Igen, ez kicsit olyan, mint amikor a legtitkosabb politikai találkozóknak a tolmácsait zárt fülkékbe teszik, és nem is látja. Szóval majdnem olyan, hogyha egy kémtörténetben szerepelnél. Igen. És ez egy ifjúsági regény, tehát nem a Snowden emlékiratai. Igen, én belenéztem a tegnapi könyvbemutatóba, és ott kiderült azért, hogy 2,5 millió példánnyal indítanak Amerikában, ami csak azért 2,5 millió példány, mert hogy a koronavírus miatt zárva vannak a offline könyvesboltok. Hát ez egy irgalmatlan nagy példányszám, és biztos, hogy el is fog kelni, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi várható Európában, egyéb nyelveken. És ilyenkor természetesen ezzel arányban van az óvatosság is, meg az is, hogy miért titkolóznak úgy a kiadók. Hát, hogy egy ilyen fájl kijut, ami a főtermék, maga a szöveg, akkor nagyon hamar elterjed a különböző illegális megosztó oldalakon, és nyilván kevesebbet tudnak belőle eladni. És az is kiderült, itt mondom a rajongóknak, hogy természetesen lesz film is, hogy mikor azt még nem lehet tudni, de valószínűleg nem kell olyan nagyon sokat várni, mint mondjuk a könyv megjelenés, meg az első film között. Te amikor egy filmen, hát világszerte ismert történetet fordítasz, nem az első ilyen munkád, ez akkor a filmet képzeled magad elé, vagy ezt elfelejted, és próbálod azt, amit a szerző akart? Ez nagyon érdekes kérdés egyébként, mert én nagyon szeretem a filmeket, nagyon szeretem, ha egy könyvből filmet is készítenek, és
a film például az kifejezésekben vagy zenében nagyon sokat hozzá tud adni a történethez, kicsit másképp jeleníti meg. Ugyanakkor a könyveknek általában még a legfőbb ábrázolás esetén is teljesen más a hangulata. Nem tudom, ismered-e azt, amikor elkezdesz olvasni egy könyvet, és teljesen beveszik pont magába az a világ, és szinte látod, megtapintod. Hát ezért dolgozom a könyvben. Igen. Tehát fordításnál is ilyen, hogy az első 5-10 oldal után azért tudok ilyen gyorsan fordítani, mert itt teljesen hetekig benne élek abban a könyvben, és tudom, hogy mi történik, és benne vagyok a hangulatába, tehát mindig a, nem a filmre támaszkodom, hanem mindig a könyvnek meg az írónak a hangvételére, a hangulatára. Persze ilyenkor egy ilyen sikeres film után a könyvkiadó néha rá is játszik azért a filmre, megjelennek olyan borítók, amin a filmszereplők vannak, vagy most itt ennél a könyvnél láttam illusztrációkat, ahol a főszereplő kicsit úgy van megrajzolva, mint az eredeti filmben a Snow elnök karaktere, csak fiatalabban, tehát hogy azért ezeket a érzéseket azért nem hagyják veszni, ami a film rajongóban van. Igen, hát ettől eladhatóbbak a könyvek igazából, hogyha van valami utalás a filmre, bármilyen intertextualitás, akármi. Én ezt magánemberként nem helyeslem, de abszolút megértem, hogy erre szükség van könyvkiadásban. Egyébként ez a könyv, ez könnyen fordítható volt, vagy voltak benne olyan nehézségek, vagy speciális nyelvezet, vagy ilyesmi, ami hát megnehezíti a munkádat? Nem a speciális nyelvezet szokta megnehezíteni, hanem azt, ha egy író nem tud írni, mert vannak írók, mint például Asimov, aki nem tud írni, nagyon jók a történetei, nagyon jók az ötletei, és magával ragadó pont ezért, de mondatok szintjén nem tud írni, nem tudja egyeztetni az ellen az állítmánya, a szöveget gördülékenyé tenni, ilyenek. Ezzel a könyvvel abszolút nem volt ilyen baj, mert Susan Collins nagyon jól tud írni, tehát fogalmazni jól tud nagyon. Mit érzel olvasóként, hogy ennek az előzmény könyvnek lesz folytatása? Két dolgot tudok elképzelni. Az egyik, hogy ugye a körzetek lázadásáról tudunk már a megjelent könyvekből is, és azt hiszem nem tudjuk, hogy előtte mi történt, mert ez egy olyan világ, amiben tulajdonképpen a mi világunknak a jövője, de történt valami hatalmas nagy katasztrófa. Van egy-két szerzés egyébként ilyen régi nagyvárosokra, mint Chicago, meg New York olyan állapotukban, amilyenek most, csak ugye a könyve már nem léteznek. És történt valami, tehát valami nagy katasztrófa, és utána alakultak ki a körzetek. Most se derül ki, hogy mi volt ez? Nem derül ki. De igen, tehát ezt tudom elképzelni, hogy erről egy könyv, vagy visszaemlékezés, vagy egy olyan könyv, amiben ez központi szerepet játszik. Vagy ezt tudom elképzelni, mert azért van cliffhanger ennek az előzményregénynek a végén, tehát nem pontosan tudjuk, hogy mi minden történik még a következő, tehát már a korábban megjelent regényekig, és még egy ilyen köztes esetleg el tudok képzelni, vagy többet. Tehát nem varja össze a trilógia kezdetét? Valamennyire igen, tehát nem semmi olyan nagyon döbbenetes, de azért maradnak bennünk kérdések. De nem maradtak legalábbis. Most már ugye nem vagyunk karanténban, tehát mindenki ugyanúgy olvashat, ahogy előtte olvasott. Te nagyon sok könyvet fordítasz az Agave kiadónak, a kiadónak ugye megvan a maga nagyon speciális, semmivel össze nem téveszthető arculata. Ezek közül, akár a saját fordításaid közül, mit ajánlasz így nyárra az olvasóknak? Hát egyrészt karanténosdiba, nem én fordítottam, viszont az Elveszett proféciáknél, Gémentől és Tári Precettől az egy csodálatos könyv, nagyon vicces, nagyon szeretetteljes, és a világ végéről szól, ami illik a mostani helyzethez, illetve a BBC is csinált róla egy 6 részes sorozatot, ami látható a Netflixen, nagyszerű színészekkel, nagyon szórakoztató az egész. Másrészt én nagyon szerettem a saját fordításaim közül a Svetellich, Thomas Svetellich nevű írónak Letűnt világok címmel jelent meg magyarul. Ez is egy disztópia, nagyon kemény, nagyon sötét a hangulata, viszont letehetetlen, és annyira jó az eredeti alapötlete is, meg
ahogy az egészet kidolgozza, meg ami történik, tényleg egy rettenetesen hosszú könyv, viszont abszolút letehetetlen, és szerintem a modern sci-fi-nek az egyik nagy, nagy könyve. Hát meg például Richard Morgan, a Valós halált, aki csinálta, abból is készült sorozat Netflixen, az is sorozat is nagyon jó, könyv is nagyon jó, és tőle most fordítottam a Légszom című könyvet, ami szintén elég csodálatos, a Noir detektív hagyományokra építkezik, van benne egy Marson élő főszereplő, kemény fiú, de a legkeményén természetesen gyengéd és jó lelkű. Minden van benne, ami az ilyen Noir detektív regényekbe szokott, csak a jövőbe játszódik, és a Marson. Most így körülbelül ennyi jutna eszembe. Ezek nyára bőven elegendőek. Te folytottad a Dextert is, és ilyenkor mindig arra vagyok kíváncsi, amikor egy ennyire véres félhorror sztorit fordít, az ember benne van teljesen a világába hetekig, akkor az a magán mindennapjaidra gyakorol valamilyen hatást? Hát eddig szerencsére nem kezdtem el sorozat gyakorolni az ilyen könyveknél, de igen, tehát a Dexter az egy pszichopata, ugyanakkor egy alapvetően jó lelkű és jól szocializált és humoros pszichopata. Én inkább a könyveknek a szófordulatait szoktam átvenni, tehát a barátaim mindig pontosan tudják, hogy mit fordítok, mert hogy olyan nyelven kezdve kell beszélni velük. De, igen. Így a beszélgetés végére, mielőtt elköszönnénk a nézőktől meg az olvasóktól, szeretném majd bejátszani azt a videót, amiben maga a szerző Susan Collins olvas föl egy részletet a könyvből. Ez angolul van, ezért is hagytam a végére, tehát aki nem tudja, nem tud angolul, és annak nem raboljuk vele az idejét, de aki tud, az pedig mindenképpen nézze végig, mert hát ez az, amennyit megtudhatunk erről a történetről. Illetve van egy magyar nyelvű beleolvasó is, ennek mindjárt ide másolom a linkjét, mert a kiadó az első fejezetből, ha jól tudom, tett föl egy részletet. Mindjárt előkeresem, de ha nem, akkor igen, megtaláltam. Ezt egy ilyen kommentként megtalálják az olvasók, és akkor lehet egy kicsit a magyar nyelvű változatnak a hangulatában is megmerítkezni, és aztán pedig következik Susan Collins, aki felolvas nekünk. Veronika, nagyon szépen köszönöm neked, hogy velünk voltál, és kedvet csináltál, minden titoktartási kötelezettségedet betartva, de mégis apró hangulatokat felvillantva ehhez a könyvhöz, meg a többi Agava által kiadott könyvhöz. A történetre kíváncsiaknak pedig azt ajánlom, hogy most még, amikor hosszú sorok nem állnak, szerezzék be a könyvet, és olvassák el. Aztán pedig majd lesz egy film is, és sokkal jobb előbb elolvasni a könyvet, és utána megnézni a filmet, mint fordítva. Legalábbis szerintem így van. Köszönöm szépen. Szia, Veronika! Én is nagyon köszönöm a beszélgetést, és mindenkinek jó olvasás, neked meg kellemes pihenést. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy velem voltál, önöknek pedig, hogy néztek minket, és akkor elindítom ezt a kis angol nyelvű felolvasást. Figyeljék, ahogy Susan Collins olvas, nagyon szépen beszél angolul, ami nem csoda, hiszen tőzsgyökeres brit. Hello friends in the UK. I'm Suzanne Collins, and I'm so thrilled that The Ballad of Songbirds and Snakes is being published around the globe today. To kick things off, I wanted to share a passage from the new book with you. Chapter 3. The peacekeeper moved on to the second car and released the chains. The door slid open, revealing Jessup, the male District 12 tribute, squinting into the brightly lit station. Coriolanus felt a jolt run through him, and his body straightened in anticipation. Surely she would be with him. Jessup hopped stiffly to the ground and turned back to the train. Lucy Gray Baird stepped into the light, her cuffed hands half covering her eyes as they adjusted. Jessup reached up his arms and his wrists spread as wide as the chain on his restraints would allow, and she fell forward,
letting him catch her by the waist and swing her to the ground in a surprisingly graceful move. She patted the boy's sleeve in thanks and tilted her head back to drink in the sunlight streaming into the station. Her fingers began combing through her curls, untangling the knots and picking out bits of straw. Coriolanus's attention turned for a moment to the peacekeepers, who were hollering threats into the train car. When he gazed back, Lucy Gray was staring directly at him. He started a bit, but then remembered that he was the only one on the platform besides the peacekeepers. The soldiers were cursing now as they hoisted one of their number into the train car to retrieve the reluctant tributes. It was now or never. He crossed to Lucy Gray, extended the rose, and gave a small nod. "Welcome to the capital," he said. His voice was slightly gravelly, as he had not spoken for hours, but he thought it gave him a nice maturity. The girl sized him up, and for a minute he feared she was going to either walk away or, worse, laugh at him. Instead, she reached out and delicately plucked a petal from the flower in his hand. "When I was little, they used to bathe me in buttermilk and rose petals," she said in a manner that, despite the unlikeliness of her claim, seemed totally believable. She ran her thumb over the glossy white surface and slipped the petal into her mouth, closing her eyes to savor the flavor. "Tastes like bedtime." Coriolanus took the moment to examine her. She looked different than she had at the reaping. Except for flecks here and there, the makeup had been wiped away, and without it she appeared younger. Her lips were chapped, her hair loose, her rainbow dress dusty and rumpled. The mark from the mare's blow had turned to a deep purple bruise. There was something else, too. He again had the impression that he was witnessing a performance, but a private one this time. When she opened her eyes, she trained all her attention on him. "You don't look like you should be here." "I probably shouldn't be," he admitted, "but I'm your mentor, and I wanted to meet you on my own terms, not the game makers." "Ah, a rebel," she said. That word was poison in the mouths of capital citizens, but she had said it approvingly, like a compliment. Or was she mocking him? He remembered she carried snakes in her pocket and the usual rules didn't apply to her. "And what does my mentor do for me besides bring me roses?" she asked. "I do my best to take care of you," he said. She glanced over her shoulder, where the peacekeepers were tossing two half-starved children onto the platform. The girl broke a front tooth on the platform, while the boy received several sharp kicks on landing. Lucy Gray smiled up at Coriolanus. "Well, good luck, gorgeous," she said, and walked back to Jessup, leaving him and his rose behind.